Olyan, mintha Amazóniában lennénk, pedig ez Európa. Grúziában vagyok, és egy különleges esőerdő vesz körbe, amelyet az UNESCO nemrég adott hozzá világörökségi helyszíneinek listájához. Megnézzük, a biodiverzitás védelmeit hogyan vált előnyös stratégiává mind a környezet, mind a gazdaság számára. A Balti-tenger keleti partján vagyunk, a kolhik ökoszisztémák 20 millió éve kezdtek fejlődni. Grúzia régóta védi ezeket a törékeny régiókat, most pedig az UNESCO nemzetközi elismeréssel is illette őket. A kolkik esőerdő ősöreg fákból áll, amelyek túlélték a jégkorszakot, és a terciár időszak óta folyamatosan burjánzanak. Sok olyan fajjal fog találkozni, amelyek valóban nagyon ritkák, egyedi helyi és erekje fajokkal. Ez az egyetlen hely, ahol az ősi esőerdők és a fiatalabb vízes élőhelyek együtt léteznek. Hispanimáér tökéletes példa erre. Ez az egyetlen módja itt a közlekedésnek, és szintén így lehet megvédeni a fehér mohát, amely befedi a földet az Hispanimáér körül. Ennek a kolhik tőzegföld komplexumnak egyedi az összetétele, és 80%-ban vízből áll. Izolda, mi van a lábunk alatt? Képzeljen el egy tavat fejjel lefelé, ami 5 méter mély, és ez a tőzegmoha takaró fedi be. Amikor járunk rajta, úgy vibrál, mint egy trambulin. A hatóságok azt várják a világörökségi listára kerüléstől, hogy az majd több pénzügyi támogatást hoz a természetvédelemre és másra is. Amint kapunk pénzt a védett területek fejlesztésére, a vidéki térségek társadalmi és gazdasági fejlesztésére fordítjuk majd. A helyi háztartásokat fogjuk támogatni abban, hogy vállalkozásokat állítsanak fel, hogy vendégházakat alapítsanak, és így tovább. A 4 új grúziai világörökségi helyszín közül 3 az adzsarai autonóm régióban található, fővárosa Batumi maga is 4 évszakos turisztikai célpont. Milyen hatása lesz az UNESCO döntésének a turisztikai szektorra? Ez egyedi lehetőség a turizmusunk számára, hogy a régiónk még változatosabb és még vonzóbb legyen. Dinamikusabbá teszi a gazdaságunkat is. A magasan Batumi felett fekvő Kintrisi Nemzeti Park készül a látogatók fogadására. Tina, ez a hely olyan vad, hogy itt még rendes utak sincsenek. Már elkezdtük a tóhoz vezető nyomvonalak és a természetszeretők menedékeinek kialakítását. Grúzia szeretné növelni védett területeinek számát, miközben fenntartható módon megnyitja a látogatók előtt ezeket az egyedi ökoszisztémákat.